szavaira emlékezünk. Emlékezzünk együtt. Senkitől sem félünk. Kezet fogunk jókkal és gonoszokkal, és tapsunk merő udvariasságból, mikor a szónok végére ér beszédjének. Hagyjuk, hogy csikorgó szavú felolvasók oktassanak bennünket, szemünkre vessük hitványságainkat, és sose kérdezzük meg. Mi okol? Tudomásul veszünk a fából készült tribünöket, lépcsőket, emelvényeket, színpadokat és a díszelnökségek ranglistáját. Ez lett a vallomásom. Hitványról számoltam. Napestig így színvalan tárgyalt, s engem ez inkvizíciónál kivert az utam. Rölgek vagy sírjak. A járdát néztem. Az út túlján a nők és férfiak mutatkoznak, kiket nem fogtak még el. Időkérdés csak. Tojásbeadási és borongyobadási kötelezettségét a kitűzött határidőre nem teljesíti,
azért a feljelentés, mint a közelhetős veszélyeztető, bűncselekmény elkövető ellen maradéktalanul megkezdtem. Nem is emlékszem, mikor rettem a tojást. Tojást? Honnan vegyünk mi tojást, amikor a tyúkokat is elvitték? Csak tudnám, hogy hova tűnt az a rengeteg ennivaló, amit elvettek tőlünk. Megméretik az embernek fia, és ki mint vedett,
a külmarad. A külmarad. A külmarad.